Tehát van-e valami szünet, de valami kérdés fölmerült a fejekbe? Mondjad meg, Ike. Ugye az egész világ hologram, akkor igazából az Akasa is egy hologram, illetve több hologram, ugye? Bonyolult, nagyon bonyolult rendszer, igen. Tehát ilyen összetett hologram, ugye? Jól mondod. Vagy hologramok összessége. Igazából, amikor bizonyos képességű emberek olvasnak, akkor az Akasából, akkor mit olvasnak? Csak a múltat. A jövő az csak egy terv. A jövő az csak egy terv. Fontosan van öt terv. Öt terv van, nem egy terv van, hanem öt. Tehát nem csak A terv van, meg B terv, hanem C, D, E is van. Szóval több terv van. És ez a többféle terv, ez közötte változ. Pont ezt kérdezte tőlem egy hölgy itt a szünetben, hogy igen, ő, hogy mi van ezzel a szabad akarattal. Azt mondtam, válaszoltam neki, hogy igen, van, de a tervek szerint kell, hogy működjenek a dolgok. Tehát van az egész egy nagy terv, öt éves terv. Szóval megvan a terv. És ennek ki kell jönni valahogy a végére. És amikor kijön a végére, akkor ez nagyon érdekessé válik. De vannak csomópontok. Tehát a progressziós hipnózist csinál az ember. Ha regressziós hipnózist csinálok, nincs ugrálás. Szépen lejátsza a CD-t, a CD lejátszó, és ugyanazt játssza le mindig. Szépen lejátszó. Ha nem a múltba viszem a pacienst, hanem a jövőbe, akkor nem ez történik. A jövőbe is lehet vinni. Tehát nem csak regressziós hipnózis van, hanem progressziós is. Akár a következő életedbe el tudnak vinni téged. Mert már alakul. Hogy alakul a te következő életed? Most csinálod? Tehát azzal, ahogy élsz, amit csinálsz, azzal valósítod meg a következő élettervedet. Nem nagyon kell azzal már foglalkozni, mert már te ki. Szóval olyan, mint amikor a számládat csinálod az étteremben. A végén jön a főúr, és kirakja a cekket eléd. Hát van, ahol a pali elé rakják ilyen kis összecsukott izébe, hogy nehogy meglássa a nő, hogy mennyit kell fizetni. Pali belecsempészi a lóvét oda, és akkor ez szóval ilyen szemforgatásos dolog. De a lényeg akkor is az, ki kell fizetni a cekket, mert különben mész mosogatni. De ennyi a történet. És ez ugyanolyan a valóságban is. Tehát te most valósítod meg a következő életedet. Igen ám, de a jövődet nem láthatod. Mi az, hogy nem láthatod? Láthatod, csak amikor a döntéspontokhoz érsz, ahol majd valami nagyon fontos döntést kell hozni, akkor átugorja. Visszaviszem, megint megpróbálom lejátszani a CD-t, megint átugorja ugyanott. Tehát a döntéspontot nem láthatod. Ez a szabad akarat. Majd ott kell döntened abban a helyzetben, hogy tehát, hogy most lősz, vagy nem lősz, vagy fölveszed, vagy nem veszed, vagy mit tudom én, micsoda. Leveszed a bugyidat, vagy nem veszed a bugyidat. Szóval a döntéspontoknál, mert ezek az életedet, életsorsodat is jelentetik, ugye? De azért sokszor van, Gyuri, hogy az ember eldönti, hogy na most így, és akkor egyszer csak úgy pillanatok alatt nem. Na ez is benne lehet ebbe a döntésbe, hogy most hatnak rád úgy, vagy hat a maga lelked úgy magadra, hogy totál elállsz attól valamitől. Tehát igenis, hogy befolyásolja az ilyen szabadságot. Hát először is van őrangyalod, ugye az őrangyalod az nekinek van, igen. Aki vigyázz, hogy te ne csinálj hülyeséget. Ez de olyan, mint az anyád vagy az apád, hogy amikor nagyon nagy maraságot akartál csinálni, akkor lenyomott egy taslit, de nem azért, mert verni akart téged, vagy bántani akart a fenét. Hanem azért, hogy eltérítsen a bolond gondolatottól, a maraságtól. Nem akart az semmi rosszat. Most már öreg fejjel azt mondod, hogy jó tette. Most már. Akkor nagyon dühös voltál. De most már azt mondod, hogy hát a faterom, de jó, hogy lenyomott akkor egy tockos nekem. Mert akkor én most összeszedtem magam is tényleg. Nem buktam meg, mit tudom én. Mert egyébként jó ember volt, de amikor már nagyon hülye volt, akkor megpróbált először szépen szólni, nem működött, dzs, lenyomott egy nyakast. Kész. És akkor volt rendben, mert Isten előtt felelsz a gyerekedért.
18 éves koráig felesz a gyerekedére az Isten előtt. A törvény előtt is felesz, nem? Hát na, hogyha betöri a gyereked az ablakot, nem te fizeted a számlát? Dehogy nem. Te fogod a számlát fizetni. És ugyanígy van az Isten előtt is. Tehát ha valami disznosságot csinál a gyerekednek, akinek húzzák a strigulát? Neked, drágám. Az apának is, meg az anyának is behúzzák a strigulát. Ezért mondtam, hogy hát talán nem jól nevelted. Mert nem gondolkodik, mert bolond, mert izém. Nem foglalkoztál, önmegvalósítottál, ahelyett, hogy a gyerekedet tanítottad volna. Lehet azt is csinálni, csak hát akkor, hát így van ez. Hogy mondjam neked, aki nem tanítja meg a gyerekét, annak hamarabb elhullik. Kész. Tehát ez egy ilyen szelekció, ez is egy evolúció. A hülyék így kiesnek, az önmegvalósító hülyék mind kiesnek. Mert a gyerekei elhullanak sokkal hamarabb. Tessék, parancsolj nekik. Hallottam egy olyat, hogy az emberi nyelvtan szabályait követik a fehérjék a DNS rácsban. Mi van akkor, hogyha gyakorlatilag ugye, ha nem is vált az ember anyanyelvet, mi van a két anyanyelvű gyereknél? Hát nem lesz neki dupla DNS-e. Vannak ilyen irányzatok, megjelent az interneten, terjed ez a marhaság. Már 12 szálas DNS lesz már, mindenféle, szóval mindenféleket. Persze, aki ezeket mondja, annak lila elképzelése nincs se a DNS-ről, se semmiről, csak még nagyobbat akar mondani. Tehát ha kettőt mondasz, akkor ő hármat mond. Ha te hármat mondasz, ő 13-at. Tehát ez egy ilyen, mondok én nagyobbat. Hát ez ugyanolyan, mint az olimpia. Tehát 20 centit ugrasz, 21-et. Ez pontosan ugyanilyen. Ez egy marhaság persze. Először is, hogy mi a DNS? Mi a DNS? Mert te marhára oda vagy a DNS-eddel. De nagyon oda vagy vele. Na most mi ez tulajdonképpen? Már beszéltünk róla. De a DNS az őssejtekben még bármivé alakulhat. Ami egy ember kategóriáján belül van, bocsánat. Tehát úgy bármivé. Tehát az a sejt még lehet, máj, csont, vérsejt, minden lehet még. Ami te hozzád tartozó. De nem lesz belőle lószérum. Érted? Mert az nem lesz belőle, mert a te képedet hordozza egy általános képedet, az általános képedben az összes sejtjeit térképe benne van. Mi történik, amikor a lokálisan osztódik egy sejt, mondjuk a májban? Ő már csak a máj képét veszi föl. Már ő már nem őssejt, mert ő neki már az az információja nincs meg. Mert az őssejt típusú információja már elveszett. Mert rá lett fényképezve és elő lett hívva. Olyan, mint a fotópapír, arra még mindent fényképezhetsz, az az őssejt. És akkor már egyszer ráfényképeztél és előhívtad, akkor már ló van rajta, vagy ember. Ráfényképeztél, kész. Mert rá van fényképezve. És akkor azt már te ne akard átalakítani mással, mert már nem nagyon fog menni. Mert már egyszer előhívtad. Na, ugyanezt történik az osztódásnál. A sejtek értelmezik azt a holografikus teret, amiben ők beleosztódnak. Mindig azt értelmezik, amiben beleosztódnak. És ahogy ez az osztódási rendszer egyre fejlődik élőlényé, úgy egyre jobban differenciálódnak a sejtek szét, mert helyileg is elkerülnek a zigóta közeléből. Tehát abból a kezdősejtből elkerülnek. Mert a kezdősejt az a végén már osztódik, de a 63. után már másmilyen lesz. Tehát ameddig el nem jut addig a kettes számrendszerbe, vedd észre, hogy a 64. Ugye az egy kettes számrendszer, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ezek bináris számértékek, mindig a duplája nem nehéz. Na most de 63-ig jut el, mert hogy nullával kell kezdeni, és akkor 63 lesz a vége, a legnagyobb szám. És hogy nem, ezek mit ábrázolnak ezek a sejtek? Mit jelentenek? Ez csak egy színes, hogy mondjam, olyan, mint egy színes szemcse a fotópapírodban, amire rá lehet fényképezni, csak hogy ez mit ábrázol? Ez téged ábrázol, de nem síkban, nem egy fotópapírról van szó, hanem térben. A fotópapírban is térben van. Tehát én csinálok valad egy fényképet, de filmre, nem digitálisat, hanem filmre csinálok egy képet rólad. Mi történik?
Keletkezik egy hologram is ám. A rendes fényképezőgépből is keletkezik egy hologram. Ez ilyen, hogy mondjam, egy kicsit olyan fátyolossá teszi a képet, zavarja is a fotósokat. Tehát ez ilyen kimondott a hibának tűnik. Nem, az a háromdimenziós kép is ott van benne. És amikor én ezt a filmet, de csak a filmre igaz már, a vetített, kivetített képre, amiből nagyítottál már, arra már nem igaz, mert az már csak ánykép. Mert ott átvetítettem a filmen a fényt, és ami itt még térbeli szemcse volt, az ott már egy kukasz lesz, egy fekete kukasz lesz. Érted? Egy ánkép lesz végig. Már nincs meg a térbelisége. Térbeli lesz, csak már nem olyan térbeli. Mert hogy olyan, mint hogyha ilyen fekete kukacok lennének mondjuk, ahol fény érte végig az emózióba. A filmben még nem. Tehát a filmben még megjelenik a lencse széléről és a lencse közepéről különböző időkbe ér oda a fény, mert az egyiken tovább van az üvegbe, a másikon ugye a lencse széle vékonyabb, a közepe vastagabb. És másképp, más sebességgel halad a levegőben a fény, így készül egy hologram. Van egy lézer, ez a lézer itt. Ez egy üveglap lényegében, egy félig elterjesztő tükör. Ez egy rendes tükör. Ez egy lencse. Ez is egy lencse, és ez is egy rendes tükör. Ez a tárgy. Mi történik? Az egyik fénysugarat, ketté választom a fénysugarat, mert mindjárt bejebb megyek, és akkor nem fütyül. Az egyik fénysugár így jön, és rámegy a filmre. Ez csak egy film, nincs lencse előtte, olyan értelemben nincs, mint a fényképezőgépbe. Az a lencse, amiről magyaráztam, az a két lencse, az csak azt csinálja, hogy szétszórja a lézernek azt a kis vékony sugarát egy nagyobb felületre, mert az csak azt csinálja. És az a csillag rávetítődik oda arra a filmre, az a ferdeték, vagy romboid, vagy mi a csoda az ott. És a másik pedig közvetlenül megy rá. Tehát ez a sugár, most megint fütyülni fogok egy kicsit, ez a sugár, ez közvetlenül megy a filmre, ez a sugár a tárgyról verődik a filmre, így értitek? A kettőnek az interferenciájából lesz egy ilyen zavaros lötya izén a filmen, nincs ott kép, tehát ez az, hogy odarajzolt egy olyan zöld csillagot, az kamu. Nincs rajta ilyen. Egyáltalán semmit nem látsz rajta. Előhívod, semmit nem látsz rajta. Csináltam ilyen hologramokat már is. Nincs rajta semmi. De ha megmutatok egy ilyen referencia sugarat neki, amivel a fényképet is csináltam, hát a lézerrel megnézem, akkor ugyanott megjelenik a csillag az előhívott filmeden, ugyanolyan távol, ahogy volt a film a csillagtól, attól a zöld csillagtól, az a térbeli csillag, ami ott van. Amilyen távol volt, ugyanolyan messzire meglátom a csillagot, ugyanúgy néz ki, sőt, ha így nézegetem a filmet, térben is van. Hogyha én nem egy ilyen kis filmkockát teszek, hanem egy ilyen hosszú félméteres filmszalagot, mondjuk, és arra vetítem rá ezt az egészet, akkor meg egészen oldalról is meg tudom nézni, mert a filmszalagnak, ahogy ki van ott feszítve, az egyik végén nézek be, vagy a másik végén nézek be, nem mindegy, mert az egyik végén innen látom a csillagot, a másik végén onnan látom a csillagot. Tehát térbeli képet látok. Tessék, parancsolj! Most látom, hogy milyen trükk az egész, tulajdonképpen egy időbeli csúsztatás van a két lézerfény között, és úgy történik meg ez az egész. Borzasztó gyors sebessége van, de hát a film vastagsága a lényeg, meg a lézernek az időcsúsztatása, tehát a fénynek az időcsúsztatása az exponáláskor. És vedd észre, hogy ugyanabból a lézerből osztja el a két sugarat, ez nagyon fontos. Hogy koherens legyen a fény, az nagyon fontos, hogy együtt rezegjen a két fénysugár. Igen, jól mondod. Nagyon érdekes ez a hologram, ezt a Gábor Dénes fedezte föl, egy magyar fedezte föl ezt a hologramot, és hát igazából most megjelent egy érdekes, az interneten az nem kamu, az megjelent, hogy a Jézusnak a leplét, a torinói leple, láttad azt, hogy megmozgatták. Megmozgatták. Tehát elkezdett így elfordulni. Meg igazi térbeli megmozgatták a képet, mert kiderült, hogy na ilyet hamisít Csáver.
fessél ilyet, azt mondom, mondták, hogy így hamisították, úgy mondom, haver, én adok neked festéket, vásznat, ecsetet, gyere, hamisíts egy ilyen kicsi hamisítást, csinálj egy kicsit, nem kell olyan nagy, hosszú, nagy, 5 méter hosszút festened, ilyen kicsit hamisítsál, amin ez működik, és akkor rende lesz, na. Ez a Jézusnak a leple. Csak hogy az a nagyon érdekes, hogy amikor előhívták, amikor először lefényképezték filmre, már múlt században, akkor derült ki, hogy amikor negatív, akkor pozitív. Tehát ez a kép, ez bele van fényképeződve ebbe a vászonba. Nincs hordozóanyag. Semmi. Nincs festék, semmi. Hanem a vászonnak a szálai színeződtek el. Tehát maga a szál színeződött másmilyenre. Nagyon érdekes. És az a lényeg, hogy ez egy térbeli kép. Ez tényleg Jézus arca, tényleg így nézett ki. Tehát egészen nem hamisítás, ez tényleg így nézett ki. De ez egy egész test alakú, tehát ez teljes test méretű, hátulról és előről is megvan, tehát lehet róla csinálni akár egy szobrot. Mert hogy háromdimenziós maga a kép, nem csak az, hogy negatív, hanem képzeld el, hogy háromdimenziós. Tehát egy szobor. Na most fessél bele egy szobrot egy lepedőbe, ami ráadásul negatív is. Na, adom, hogy haver, adok neked festéket, ecsetet, hamisíts, csaljál, de fotóeljárás nincs. Te a festéket adok, mert ugye még fotózást még nem ismerték. Még a fotóeljárást még fel sem találták, ráadásul nem is fotó. Mondom, hogy nincs semmilyen emózió, vagy anyag, vagy semmi, maga a szál van elszíneződve. Kérdeztem a nagyfőnöktől, hogy ez eredeti, és azt mondta, hogy igen, ez eredeti, ez az ő leple volt, valóban, és ebbe temették el, a és amikor feltámadt, akkor égett így bele a lepedőbe. Akkor beleégett a hologramja a lepedőbe, amikor feltámadt. Olyan fény áradt belőle ki, hogy így beleégett a lepedőbe. Tehát ez abszolút szintiszta valóság, tehát ez nem csalás. És most megmozdították, tehát így elfordították ezt, megcsinálták számítógépes, most már számítógéppel meg tudták csinálni, most már nagyon sok a 3D-s program, és most már meg tudják ezeket csinálni, amit eddig nem tudtak, most már meg tudják csinálni. És az a lényeg, hogy ez térbeli, ráadásul, ez a szoborszerű térbeli. Megcsináltuk, képzeljétek el, mink is megcsináltuk, ezek a világosságjelnek nevezhetném, tehát ahol világosabb, ott legyen, mit tudom én, magasabb, ahol sötétebb, ott legyen alacsonyabb, most mondjuk egy ilyet határozunk meg. És képzeld el, akkor is egy szobor lett belőle, megcsináltuk. Mink is megpróbáltuk ezt megcsinálni. Van egy csomó ilyen 3D-s rajzoló program, és megpróbáltuk, és tényleg lerajzolt a 3D-s program gyönyörűen. Igen. Fordítja a fejét jobbra-balra. Hát azt. Azért rakta be a Péter. Na valahol meg volt a teljes alak is. Megkeresem. Ugye nagyon, nagyon érdekes. Tessék, parancsolj meg. Hogy amikor egy ilyen beteredett hologramot látunk a falon, akkor az gyakorlatilag úgy képzeljük el, hogy az ezzel az eljárási móddal egy filmre fényképezés, és az van megvilágítva lézersugárral? Igen. Akkor tehát azzal látod meg a képet rajta, hogy egy lézer elé teszel egy lencsét, ugyanúgy, mint ahogy volt, és akkor azzal nézed meg azt a filmet. És akkor azzal nézed a filmet, akkor megjelenik a film mögött, nem a filmen jelenik meg. Mögötte, bent jelenik meg. Hát ezért csináltak olyat Amerikában, olyan hologramot, hogy egy ilyen gyémántgyűrű, így kinyúlt egy kirakatból egy női kéz, és így kitartotta az utcára egy ilyen gyémántgyűrűt. És ez egy hologram volt. Tehát így át lehetett rajta nyúlni, de ilyen reklámot csináltak, hogy így kidugta a gyémántgyűrűt. Tehát ilyeneket meg tudtak csinálni simán. Sőt, én láttam ilyen Lenin kiállításon, voltam Kijevben, és ott a Leninnek a relikviáit ilyen
hologramokban megcsinálták, és akkor minden városban csináltak ilyen Lenin múzeumot, és akkor ott mindenhol egy hologramban meg lehetett nézni a tárgyait. Mint a tintatartóját, vagy amit tudom, minden franc karikáját. És akkor, így, tessék, parancsolj. Csak még annyit ezzel kapcsolatban, hogy igazából a kép mögött van a lézer megvilágítás, vagy pedig valahonnan a kép mögött van, de máshonnan is jöhet, igen, máshonnan is jöhet. Máshonnan is jöhet, vagy máshonnan is jöhet. Ezeknél a kiállításoknál ilyen tükrös lámpa, mint amik ott vannak, látod azokat ott? Aha. Olyan, az a kis tükrös reflektorlámpácska olyanokkal volt megvilágítva, és mégis hologram volt, és kicsit színes. Én láttam én már jó sokat, de csak nem emlékszem rá, hogy én mint egy ilyen lézersugárral volt a kép megvilágítva. Az nagyon bonyolult, fénnyel is meg lehet már csinálni, igen. Tehát igen? Már igen, fény, rendes. Csak nem mindegy, hogy milyen fényen világított. Tehát mondjuk fénycsővel nem jó, de ilyen spot fénnyel jó. Szóval nem mindegy, hogy milyennel csinálom. Hát, hogy mennyire el vagyok maradva, hogy ezelőtt 20 évvel Mexikóvárosban, ami reptér össze volt kötve a metróval, ott volt nagyon-nagyon hosszú alagút, és ott a falon többek között ilyen is volt elég sok. Itt is próbálkoztak azzal, nem láttad a metróval? Szállodában is van ilyen kitéve, itt is már. De nem, hogy ment a metró, igen? Képek felvillantak. Emlékszesztek arra? És egy mozgó filmet csinálta, hogy ment a metró. Itt is volt ilyen próbálkozás. Igen. Csak aztán gondolom, hogy nagyon anyáztak a metrosok, mert zavarja őket, amikor vezetnek. Hogy ott villog nekik a kép, az nagyon zavarja őket. Igen, azt ő is látja. Aztán leszették, igen. Mert gondolom, hogy nagyon zavarta a metrosokat. Villog a kép, de az is érdekes, hogy megy a metró, és közben nincs ott semmilyen vetítés, hanem az a fény, ami kijön a metróból, az visszaverődik ezekről a képekről, és akkor így fölvillannak ilyen mozgóképek, reklámokat, mit lehet csinálni vele. Nagyon jó, parancsolj! Én úgy látom, hogy ezekre a sík képekre, ez csak az én elképzelésem, hogy többféle hologramot lehet csinálni. Mert például, hogyha csinálok egy olyan képet, tehát egy olyan nyomtatott képet, ami olyan, mint valami bogyók lennének rajta pixelek, tehát sűrűn, de tehát domború, akkor arra valószínű, hogyha a fényképet ugyanígy, mint a lézerrel, kicsit késleltetett fénnyel, ugyanúgy össze lehet hozni. Gondolok egy másik fajtára, ami régen volt, mert mikor meghúztam, érdes volt a felülete, azok ilyen háromszögek lehetnek. Azok háromszögek voltak. Akkor ott megint egy másik ilyen, fajta. Ilyen műanyagból ilyen nagyon vékony kis háromszögek voltak. De ilyen vetközös nő, tudod, meg ilyen ezek voltak ilyenek, hogy mosolygott, nem mosolygott. Egy csomó ilyen volt gyerekkoromban is már volt. De viszont az arra a hologramra, ami esetleg hátulról van kivetítve valamilyen módon, én nagyon azon agyalok, hogy ott pixel ütköztetések lehetnek a térben. Tehát, hogy a fény így valahogy, mintha itt jelenik meg, tehát ütköztetve van, de az nagyon pontosan ki kell legyen. A földön kívüliek már nem cicoznak ezzel. Tehát nagyon jó háromdimenziós kivetítőjük van. Tényleg háromdimenziós. Olyan, mint a köbükinek volt a izene. Nagyon jó háromdimenziós kivetítőjük van nekik már. Nagyon érdekes maga a berendezés. Ott nincs semmilyen kép, de az egy ilyen domború kis képernyő, ilyen ekkorácska volt. De ilyen képernyőszerű volt, de ilyen nagyon domború volt ilyen. És az valahonnan kapott fényt, és ez vetítette ki utána a képet. De akár mekkorában tudta a képet csinálni, tehát tudta nagyítani, kicsinyíteni. És háromdimenziós volt. Mint amilyen a csillagok háborújában volt a hercegnő, biztos emlékeztek rá. Na most ilyen, igen, és látom én, majd sarokba állítalak benneteket, látsz. Hátra kötöm a sarkatokat, vagy mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy most nem kell már, talán 2 év és már nagyon sok 3D-s telefon fog megjelenni. Tehát már akivel beszélsz, azt kis szobornak látod a telefonod fölött. És így beszélgetsz vele, látod. Tessék, a másik trükk az egy polarizált szemüveggel lehet? A polarizált szemüveggel is csinálnak ilyen álháromdimenziósat, igen. Tehát, az két kamerával veszik, nem? Az két kamerával veszik föl. Igen, van ilyen álhárom, de láttam már Kijevbe, moziba ilyen már, mikor ezelőtt, már 20 évvel láttam ilyen 3D-s mozit, az ilyen polaroid szemüvegekkel volt megcsinálva, polár szemüvegekkel.
marha jó volt. Szóval mit tudom én, ilyen Pali így öntött a pezsgőt, így mindenkinek azt így kiöntötte a képen a fejedre. Mindenki kapkodta a kezét, mert úgy érezte, hogy a fejére önti. Tehát nagyon 3D-s volt, tényleg. Nagyon jó hülyeségeket találtak. Hát régen is, annak idején a rendes moziban az még nem 3D-s volt, de akkor is csináltak ilyet, hogy a vonat jött és kijött gondolatban a képen. Nép meg lehúzta a fejét, meg mit tudom én. De ez még sokkal keményebb, ilyen, mit tudom, motorcsónakkal elmegy, locsol, meg mit tudom én, elgurult az autónak az autókereke, az egyik kerék, ott bénázott vele ilyen pali, elgurult, és begurult a nézőtér fölé, pattant be, mindenki húzta le a fejét, szóval nagyon 3D-s, már akkor láttam. Most nem ilyen lesz a következő generációs, már nem ilyen lesz, hanem valódi 3D-s. Hát én már 20 évvel ezelőtt elmondtam, hogy hogy kell megcsinálni. Ilyen lassan csinálják meg. Komolyan. Úgy érted, hogy valódi 3D-s, hogy egy hologram lesz az egész? Abba bele is tudunk nyúlni. Bele is tudsz nyúlni. Ekkor rögtek ki először a földön kívüliek. Mert belehajoltam ebbe a nyűves hologramba. Mert azt kértem tőle, hogy mutasd már meg nekem, hogy hogy néz ki egy neutron belülről. Mert ilyet a Földön nem lehet még látni. És hát mit kérdezek tőle? Nem a nagymamájának az életkorát, hanem valamit, ami fontos. És akkor kivetítették. Egy ilyen nagy gömbszerű akár. Egy neutron, de belülről, ahogy fortyogott, ahogy működött. És akkor annyira néztem valamit, hogy így belehajoltam a hologramba, és majdnem hanyat dobtam magam, mert a fejemben belül jelent meg a szemét. Tehát ilyen látomásom lett ilyen a fejemben, ilyen buf, ilyen izé volt, ilyen fények villantak az agyamba, érted, a szemem, hogyha láttam volna. Időhullám hologramot csináltak. Igen, azok valamilyen őrült hologramot csinált, mert belehajoltam, de a messzebb voltam tőle, nem volt ilyen érzésem. Csak amikor magába a képbe beledugtam a fejemet, akkor ilyen izé, pofán csapott a kép rendesen, és akkor utána rájöttem, hogy jobban nem szabad belehajolni. A hologramokban is gondolkodunk, mindig is térben gondolkodunk. Mindent képpé alakítunk, a hangokat is, mindent képpé alakítunk. Ez a képzelet szavunk erről szól, képesség, képzelet, erről szól. Mindent képpé alakítunk, méghozzá ilyen holografikus képpé. És a hologram az nagyon érdekes, mondjuk figyelj, másképp működik, mint a te elképzelésed. Tehát a humán süsű az megszámolja, hogy hány betű van egy oldalon. Az ilyen kis buzgomócsing, az megszámolja. Precíz, rendes, aranyos, megszámolja. A reális is, hogy csinál róla egy hologramot, a gépelt oldalról, és hány A betű van rajta. Ha nem hologramot csinál, legépeli, akkor egy pillanat alatt ki tudja listáztatni, hogy hány A betű van, vagy ki tudja mindet pirosra jelölni, vagy mit tud, ezer dolgot ki tud találni, amit egy pillanat alatt tudja a végeredbe, még nem kell neki számolgatni. Ez a reális is. Másképp gondolkodik. Na most a hologram az még ennél is vadabb. Csinálsz egy gépelt oldalt, le van írva rajta az életrajzod, és utána ugyanazzal a géppel egy betűt, egy A betűt mondjuk, kiírsz egy papírra. Egy darab A betűt, és leholografálod a papíron azt az egy A betűt. És a gépelt oldalt is leholografálod. Csinálsz róla egy hologramot erről is, meg arról az üres papírról, amin egy A betű van, arról is. És utána érdekes, az előhívod, és egymásra teszed a két hologramot. Mi fog történni? Hát, ugyanaz lesz, mint a kettő. Nem. Nem. Nagyon bolond. Csak az összes A betű lesz rajta, képzeld el. Egyszerűen ki van választva az összes A betű. Mert hogy idomul hozzá, tehát... Nem idomul. Nem idomul. Az van, hogy... Azon a hologramon, amin az A betű van, azon nem egy ilyen A betű van, mint amit te képzelsz, hogy ott egy A betű, mint egy írógéppel odaütötték volna, nem ez van a filmen, hanem az egész film egy A betű. Érted? Mert ez ekkora nagy film, amire ráfényképezel egy oldalt, az mind A betű. Ha ketté vágod ezt a papír, vagy ezt a filmet így orlóval ketté vágod, és ránézel vele arra, gépelt oldalra, csak az A betűket látod világítani rajta. Az összeset látod, A betűket látod. Ez egy maszk. A számítástechnikában van ilyen, hogy maszk. Tehát, hogy keresek egy stringet, keresek egy betű vagy szófüzért. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én a szövegben, hol van, hogy Attila.
És akkor azt mondom, hogy keres Attila. Abban a pillanatban, mindjárt az első Attilánál ott is van, pillanatok alatt ott van, és itt van egy Attila, tovább. Megint egy Attilát talál, megint. És akkor így végig lehet nézni, hogy hol van Attila a szövegben. Nem kell keresgélni, mert a gép maga megkeres. Egy pillanat alatt keresi meg. Ezt a dog minden izét tudja, minden Word tudja. Tehát ezt nem kell neked keresgélni. Ott van, hogy keresés, rámész, hogy keresés, beírod, hogy mi a túrót keresel, és abban a pillanatban, ha jól írtad, mert csak akkor fogja megtalálni, ha úgy írod le, hogy a szövegben van. Mert hogyha másképp írod le, akkor nem fogja megtalálni, mert akkor azt mondja, ilyen nincs. Hát olyan tényleg nincs, mert te rosszul írtad. Tessék, parancsolj. Igen, az a két dolog. Az egyik, motoszkál a fejemben már jó ideje, hogy ezt meg kellene kérdeznem, mert ezt már mondtad, de akkor se igazán értettem. A másik pedig, és sokkal ezt most elkezdted őt megmondani, a másik pedig, hogy ez azzal magyarázható, hogy a hologramnak a legkisebb része is ugyanazt az információt. Igen, azzal magyarázható. Tehát minden részén az A betű van a filmnek, vagy minden részén az egész gépelt oldal van. Tehát, hogyha én kettévágom a gépelt oldal ábrázoló képet, amin az egész gépelt oldal rajta van, kettévágom, és átnézek rajta, na mit fogok rajta látni? A gépelt oldalt. De az egészet, nem a felét, hanem megint az egészet látom, csak halványabban. Ha megint kettévágom, akkor is az egészet látom, de még halványabban. Csak halványabban látom, de ugyanazt. Tehát nem olyan, mint a fénykép, hogy levágtad a férjedet róla, mert összevesztél vele. Ez nem olyan, ez levágod, akkor is rajta marad a férjed. Mert hogy te is az vagy. Nem is hiszed, hogy mennyire. Némileg magyarázható az. Hát nem is hiszed, hogy ennyire. Amikor nyálat cseréltetek még, mikor boldogok voltatok, akkor egymás molekuláit lenyeltétek. És bizony, tik egymás vagytok, bizony. És nem tudsz tőle soha az életben megszabadulni, soha többet. Nem, most nem azt, hogy akarsz venni, nem tudsz. Tehát ez olyan elképzelések, ilyen buta elképzelések vannak az ember fejében, hogy majd nem beszélek róla. Tényleg? Csak állandóan azon jár az eszed, mert akármi történik vele, meg fogod mindig érezni. És ő is megfogja veled, mi történik valami. Mindig megérzed. És ez nem csak a szeretetből fakad, hanem azból, hogy össze vagytok kötve. Időszálakon keresztül össze vagytok kötve, mert ő nyelte el a te atomjaidat, te meg az övét. És akkor ezért már csokoloztatok. És már, vagy kezet fogsz valakivel, akkor is. Ugyanaz. Vagy kezet fogok az Irénnel, és már is össze vagyunk kötve. De ha elengedtem a kezét, is össze vagyunk kötve. Húztuk a szálakat a kezünkkel, már örökre egy össze vagyunk kötve. Tehát amit te megérintettél, azt lemásoltad. Nagyon érdekes. Tessék, parancsolj. Azt, hogy nagyon érdekes ez, mert asszociáltam arra, hogy a genetikai hibák mikor történnek, tehát a beltenyészetben, vagy testvér-testvérrel, unokatestvér, hogy valószínű ugyanez történik, mint ez az A betűvel, hogy felerősítik az a gép. Ugyanakkor még hibásabb lesz az a... Hát mit tud megerősíteni, csak azt a hibát? Igen. És akkor az megjelenik. Mert ugyanott van a testvéredben, a rokonodban a hiba, mint benned. Nagyobb a valószínűsége, hogy ugyanaz a hiba megvan benned is, mint ő benne. Na most, hogyha egymással gyereket csináltok, mi lesz belőle? Azt a hibát fogjátok felerősíteni. Hát ezt nem értik, hát ez a beltenyésztésnek a lényege. Ez is hologram az egész. Ez is hologram az egész. Mondjad meg, Ike. Először részben a Sanyi Manóhoz, hogy igazából ez összefügg a DNS-sel is azért, tehát nem csak a hologrammal kapcsolatban. Az is egy hologramnak a forrásrendszere, bizony. Tehát ez ilyen két oldalról lehet megközelíteni, de a másik visszatérve még, hogy gyakorlatilag a hologramnak bizonyos fajta tulajdonságait hordozza, legalábbis az a magyarázható részben, az őssej tulajdonsága ugyan nem azt hozza létre, de hamar tud idomulni ahhoz a májnak a sejtjeihez, vagy ahol szükség van rá, alkalmazzák. Tehát hasonló elven működik, ugye? Igen, pontosan. És ez is hologram. Na most a DNS-ben mi vetít? Mi a forrás? Hát az a szikra. A tudat a forrás, igazából az. Nem. Tehát nem. Az egyik. Hát de... akkor a holografikus testben van a forrás. Mi vetít? És ott a DNS. A DNS-ben mi vetít? Láttál már kompakt anyagot? Hát nincs. Hát az vetít. Hát az összes atom, ami benne van, az vetít. Hát igen. És ez egy interferenciát hoz létre.
Itt ugye az volt, hogy a tárgyról, a tárgynak a hullámtere, meg a lézernek a referencia sugara létrehozott egy interferenciát, ebből lett a hologram. Ezt mutattuk nektek. És itt mi lesz? Hát és ugyanaz. Van a léleknek a tere, meg a DNS-nek a tere. És a kettő egy interferenciát hoz létre. Ugyanaz. Ugyanaz az alapelv. És hihetetlen egyszerű, és nem érti senki. Nem érti senki, hogy hogy működik a DNS. Hát így működik a DNS. Képzeld el, hogy ő egy hullámforrás, hát minden atomja hullámforrás. Kompakt anyagokba eszelnek a hülye gyerekek, hát nem tudnak elszakadni a rögeszméktől. Nincs kompakt anyag, akkor nem esne le a tárgy a földre, ha lenne kompakt anyag. Hát nem kompakt az anyag. Hullámteret csinál a tárgy, ami a kezemben van, ami le fog esni, meg a föld is. És a kettő együtt egy eredő rendszert hoz létre. És interferencia rendszer, az is egy interferencia rendszer, csak az gravitációs hullámokkal. És ez is azzal működik, hogy egyébként nem fénnyel, hanem a léthullámokkal. A léthullámokat, azokat nem kell semmit csinálni, hát az annak keletkezik. Hát azt mondtuk, hogy az alapvető tulajdonsága a világnak az időhorok, ugye? Hát az állandóan keletkezik, nem kell az semmit csinálni. Ez az alapvető tulajdonság. Ebből lesznek az atomok, a fény, minden. Hogyha így működik, akkor ebből már meg lehet csinálni az egészet. Tehát magától keletkeznek a hullámok, nem kell gyártani, meg mi állítja elő, hogy elfogy, meg honnan az energia. Ilyen hülyeségeket kérdeznek. Ő maga az energia, nem kell, hogy semmilyen energia. Az az energia, hogy az időbe visszacsatolódik. És a fény is ezt csinálja. Megmondta neked valaki, hogy mitől megy évmilliárdokon keresztül a fény, aztán hullámzik. Tényleg? Erre szoktam mondani, tényleg? Csak úgy hullámzik, mert van kedve van. Tényleg? Komolyan? Mi a franctól hullámzik? Hogy működik? Ez a színusz hullám hullámzik? Tényleg? Komolyan? Ez egy marhaság. Ez egy marhaság. Hát ilyen fény a büdös életben sem volt, amilyet rajzolgatnak. És akkor most már átmentek kínóba a részecskékbe, mert nem tudják megmagyarázni, hogy foton, és akkor az egy részecske. Mondom, tényleg? Hát igen, tudnék, a kupak rendszere, amikor nekiütközik, akkor visszaverődik olyan, mint, és még oda is csap egy rendeset, a, mondjuk az anyag részecskéknek a felszínén, oda vág egy nagyot, hát mert ő nagyon a fénysebességgel jön, és visszapattan onnan, és akkor meglöki, akinek neki megy. De ez okozza a zajt az elektronikában, a sistergést. Vagy a tévé képernyődön azt a mákosságot, amikor nincs adás. Azt a hangyák rohangálnak, tudod ismered, mire gondol. De én azért mondtam ezt a tudatosságot, mert hittem mondani akartam, mivel hogy én az előtti részét láttam, hát hiszen a lélekből vetítődik ki az időhullám hologram, ami aztán fluidszállal van összekötve az összes atommal, és az atom belsejében az határozza meg a programot, hogy most milyen DNS-t hoz létre az atom, bizony, szerintem. Bizony. Tehát bizonyára az lehet, hogy kétféle is dolog is lehet, vagy én állítom elő az anyagot, az alapvető anyagot én állítom elő először a lelkemmel, magával. Tehát a lélek anyagot szül, és azt használja fel. Csak a lélek az, hogy az a neutronokat szül, és ezekből nagyon nehéz még építkezni. Majd később lesz belőle anyag, de az még odább van, hogy mire abból, mit tudom, hogy nitrogén lesz. Vagy nem tudom, tehát, hogy 14 részecske már összeáll, tehát az már sok. Mire abból nitrogén lesz, az még hosszú pályafutás. Tessék, mondjad, édesem. Én egy praktikusat szeretném. Mondjad, drágaságom. Mondtad, hogy a férj és a feleség és a nyár, és tehát összekapcsolódnak. Hogy létezik az, hogy a hajléktalanok 70%-a, a férfiak 70%-a olyan, akit a felesége kitett a lakásból, és hagyja, hogy ott feküdjön az aszfalton? Hát nézze, de én inkább nem mondok most semmit a nőkre. Inkább nem mondok semmit a nőkre, mert ő jóban és rosszban erre esküdött. Mintha így hallottam volna. Mintha ezt mondta volna a templomba, hogy bajában is vele maradok. Mint ezt hallottam volna, ugye? Lehet azok a nők előző életükben imádkozó sáskák. Érzi, együtt érez. Érzi, hogy az van. Össze van vele kapcsolva, a gonosz feleséggel is össze van kapcsolva. Az is érzi, nehogy az itt, hogy nyugodtan alszik. Szedi az altatót, meg a mindent, mert megpróbál aludni, de nem fog menni. Az álmai dolgoznak, azok dolgoznak. Lelkiismeret, úgy hívják ezt a lelkiismeret. Dolgozik, még a gonoszokban is dolgozik. Álmában legalábbis, mert ébren legyőzi. De amikor alszik, akkor nem tudja úgy legyőzni, és akkor álmodik róla. És akkor egyre rosszabb és rosszabb. Na jó, nem azt látja, hogy a férje kint alszik a
földön, vagy valahol a járdán, vagy aszfalton, nem azt látja, hanem azt látja, hogy ő alszik ott. És ő szemdöz. Így van, és végig szenvedi álmába ugyanazt. Bizonyám. Nem úgy van ám az, hogy... Ez, bizony, ezeknek nem olyan egyszerű ez a világ, sőt, ha elhagyjuk egy kicsit a materializmusnak a nagyon biztosnak tűnő talaját, akkor aztán rájön az ember, hogy ez egy igazságos világ. Csak tanulni kell mindenkinek, mert miért élünk? Az olyan, nekem nincs semmi értelme az életemnek, de hogy nincs. Hát csinálj neki értelmét, ne legyél ilyen hülye, hogy ősz magadba azt ott darvadozol, hát csinálj valamit. Hát a tévét nézel, abba bele is lehet halni, persze. Hogy állandóan azt lesed, a trubadur ládádat lesed, abba bele lehet dögleni. Tessék, parancsolj! Én átgondoltam az életem, és rájöttem arra, hogy bizonyos emberekkel kell beszéljek azért, hogy bocsássunk meg egymásnak. Na most ez megtörtént a volt férjemmel is, és ez valójában segít-e rajta? Segít, bizony, mind a kettőtökön. Mind a kettőtökön fog segíteni. Tehát nem cipeled magaddal állandóan, mert azért mindig ott volt benned ez a tüske. Akárhogy győzt, úgy érted, most legyőztem, és a francokat. Ő is azt hitte, hogy legyőz, nem győzött le. Se egyik a másikat, se a másik az egyiket, nem. Mind a ketten vesztettetek. Mert egy csomó örömöt kihagytatok az életetekből, mert hülyék vagytok. Érted? Mert akár boldogok is lehettetek volna. Akár. De lehettetek volna. Hát ő nem csinál ezt, te meg nem csinál azt. Mindegy. Külső befolyások is voltak. De ezek mind az emberi gyengeségekből, mit tudom, mindenből fakad. Mert hogyha van egy világképed, van egy hozzáállásod, és azt mondod, ez az én társam, és mindenki mutogathatja, akár miért engem, az se érdekel, akkor is. Az ha itt megkapom a kedvet, azt hazamegyek, azt jó kélem magam rajta. Tehát ezt meg lehet csinálni. De csak oda megyek haza, és sehova máshova. Nekem ez az egyedüli haza, és akkor attól kezdve mind a ketten boldogok vagytok. Hát igen, akár boldogok, de akár boldogok is lehetnek. De bizonyára nem volt érdemes hazamenni. Szóval abban is van egy olyan, tudod, hogyha durrogással várnak otthon, állandóan durrog, akárhányszor hazamegyek, sose van elég jó semmi. Ez egy 20. századi népbetegség, hogy semmi nem elég jó. Ismeritek ezt? Akkor elmenekül. A férfi is, meg a nő is elmenekül, egy idő múlva elmenekülnek. Kész. Mert semmi nem elég jó. Akármit a lelkedet kiteheted, az se elég jó. A nőknek ez egy nagy szokása lett, hogy soha nem dicséri meg a férje, akármit csinál, gyönyörűen megcsinál valami, de nem, inkább letépi a szájszélét, de nem mondja, hogy az tetszik neki. Hát jó, így fogadja csak. És akkor igazából mind a kettő boldogtalan. Mert ez azt hiszi, hogy ezzel most jól leégettem, hogy jól kitoltam, mert magaddal tolták ki. Mert nem voltál boldog. Mert akár még boldog is lehettél volna. Ő is örült volna, te is. És teljére hordozott volna, és szeretett volna. Csak te mindent megcsináltál, hogy ne így legyen. Mert hogy szétgyőzi magát hülyeségek miatt, olyanok miatt tudnak győzni, hogy valami szörnyű. Tehát ilyen semmi eleje, sem eleje. Hogy nem ide vartad a gombot, hanem ide, és képesek ezen. Érted, képesek hónapokig ezen őrjengeni. Hát most ne vicceljetek már. Olló, ide föl van, kész. Na, hol a probléma? Tehát ezek is olyanok, hogy jó van? Tehát van, aki keresi a bajt állandóan. Ez az áldozati viselkedés. Ez egy nagyon tipikus áldozati viselkedés. Tehát miért van annyi válás? Mert mind gyerek. Hát megetted előlem a tortát. Mit érted? Mert volt még egy félszelet torta, és akkor a félszelet tortáért elválik tőle. Hát most mit érted? Mert mint a gyerek elkezdenek harcolni ezen a félszelet tortán. Én azt mondom, hogy edd meg az egészet. Érted? Ne hagyjál nekem, edd meg. Örömet szerez neked, edd meg. És akkor, ha elkezd gondolkodni, akkor azt mondja, hát neked adom fel, így gyere, édesem. És akkor jó, akkor rendben van a házasság. Tehát amikor le tudod győzni az önzésedet, mert ez egy ilyen gyerekes önzés, ezek ilyen gyerekes önzések. Hogy fölfalom a másikat, testvérem elől fölfalom a jó falatokat, ismeritek ezt? Ez egy gyerekes önzés. És akkor az emberek nem nőttek föl, hát ma az embereknek a nagy része még 60 éves korában is gyerek. Szóval korai kamaszkor, tehát már 12 éves korában már erősen benne van a kamaszkorban, és egész 80 éves koráig ott is marad. Tehát nem lesz felnőtt soha. Hát látszik erről a 20. századról.
Tehát az, hogy én 67 éves öreg ember bemegyek az étterembe, és azt mondja nekem egy taknyos 18 éves, 20 éves pincérő, mit oszhatok neked? Mondom a panaszkönyvet. És azt hiszem, hogy gonosz ember vagyok. Érted? Vagy mész? Nem vagyok. Hát ez olyan, mint amikor te küldted a viccet, ez nagyon aranyosan. Réten a nyuszika megy, és egyszer csak meglátja a rókát, azt mondja a rókának. Szia, Vöröske! Te engem ne vöröskézzél le! Milyen jobb lenne, ha lerókáználak? Nagyon aranyos vicc. Na, van-e valami kérdésetek? Valami, akármivel kapcsolatban, tessék parancsolni. Elnézőre, amikor az Isten, tehát van a Biblia, vagy amit Isten összekötött, azt nem beszélt, nem válsz. Tehát az amikor összeházasodnak, akkor egy tehát akkor még úgy is össze vannak kötve. Igen, igen, hát azért a stólámmal azért szoktam átcsavarni a kezét, vagy te is, mint papnő, ugye? Hát azért kell ezt csinálni, persze. Tehát ez egy szimbolikus összekötés, mert már össze vannak azok kötve régen. Tehát ez olyan, és a szülők is össze vannak a gyerekeikkel kötve. Abszolút össze vannak. Nem tud elszakadni soha. Az az érdekes, amikor meghalnak a szülők, vagy a gyerekek. Nagyon érdekes. Tehát, hogy akkor mi történik. Tessék, parancsolj. Az akasságból az olvasás az nem igazán válaszolt le, hogy történik a kiolvasás. Tehát akik tudnak olvasni az akasságban, te is tudsz. Azok hangot, igen? Gyakorlatilag mindenki tud. Hangot hall az ember, érzéseket, vagy képet? Egyszerűen tudod. Tudod. Egyszerűen tudod. De csak azt, ami már megtörtént, azt tudom, ugye? Mert arról van... Vagy amiről terv van. Vagy amiről terv. Ja, igen. Mert a jövőt is valamilyen szinten lehet látni. Amikor terv van már róla, azt is lehet tudni, mert az már van. Még ha csak terv, akkor is múlt. Még nincs megvalósítva, de az el van gondolva, hogy mi lesz megvalósítva. Hogy oda föl fogunk építeni egy hidat, ez egy terv. Még nincs ott a híd, még egy kapavágás nem történt, szevasz. Tehát még egy kapavágás nem történt, akkor is már a dolog ott van. Ez a nagyon érdekes parancsolat. Már mondtam, és tudom, hogy akkor is helyre tettél, és nekem mégis változottan olyan képzetem van, hogy minden egyszerre történik. Csak mindegy, attól függ, hogy honnan nézed azt a dolgot, ami történik. A dolog igaz, amit mondasz. Tudnék, a szál univerzumban minden egyszerre történik. És aztán megtörténik az idő folyamatában is. Tehát van az univerzumnak a kezdeti állapot, az még most is megvan, ez a százszerű univerzum. És ez a százszerű univerzum, ez az egydimenziós univerzum. És ez a százszerű univerzum, ez olyan gyorsan villog, hogy egy térciklus alatt kivillan egészen az univerzum határáig, meg visszajön. Tehát a közepéből kimegy a legszéléig, és vissza. Ez őrült, sok milliárd fényév, tehát ez őrületes gyorsaság. Az ember nem tudja elképzelni. Tehát a fénysebesség 100 milliószorosánál sokkal gyorsabb. Tehát nagyon gyors. Nem tudod elmondani, olyan gyors. De van időre szüksége, csak rettenten pici az az idő. Tehát ember el nem tudja képzelni, pici az az idő. És ez a száluniverzum felvillanás, ez az egyszerre. Tehát egyszerre történnek benne a dolgok, tehát akkor, amikor eljutsz az egyhegyűség állapotába például, tehát az Isten beenged a pozíciójába téged, és onnan te körülnézhetsz. Olyankor te vagy az Isten. Arra az időre még oda beengedett. Te ott ülsz a trónon, te vagy az Isten. Na persze nincs se trón, se semmi csak. Tehát te vagy az Isten, addig. És amikor megláttál mindent, egy nagy probléma van, mindent tudsz, nincs kérdés. Nincs kérdés, mert mindenre tudod a választ. Kipróbálod? Azt is tudod, ezt is, mindent tudsz. És de a tévedéseket is tudod, meg mindent tudsz, tényleg mindent. Csak amikor onnan eljössz, akkor nagy hülye vagy. Akkor kezdődik a baj. Eljössz onnan, fú, hogy lehet ilyen sötét itt? Ja, az én vagyok, bocsánat. Rettenetes érzés. Tehát ez a megvilágosodás. Tehát ez egy borzasztó. De ott minden egyszerre van. Tehát azt, nem csak az, hogy mindent tudsz, hanem minden egyszerre is van. És minden te vagy egyszerre, még ráadásul. Nem csak az, hogy mindent tudsz,
hanem te vagy az összes élőlény, de a szék is te vagy, vagy a parketta, vagy a minden te vagy. A bolygók, a csillagok, és minden te vagy. Na most te vagy a puska, a golyó, meg a vadász. Az is te vagy mindegyik. És az, ez egy őrületes állapot. Ez aztán a polifrénia. Ez nem skizofrénia, ez aztán a multifrénia, vagy minek nevezzem. Ez egy ilyen őrületes állapot, hogy mindent tudsz, és mindent te érzel egyszerre, és minden egyszerre történik veled. Hát ez egy egészen furcsa. És akkor érzed, hogy mit érez az Isten. A hologramban is gyakorlatilag én vagyok a szerző, én vagyok a szereplő, és én vagyok a dramaturg. Vagy az úgy bizony, úgy ám. Igen, igen. Akkor még egyet kérdezzek. Kérdezzél, drágám. Párhuzamosok valahol találkoznak, az mondják. Azon az elven alapszik, hogy nincs egyenes a világegyetemben. Világegyetemben nincs egyenes. Tehát, hogy valahol azért az el hajlik, vagy... Tehát, hogy nem hajlik, nincs egyenes. Nincs egyenes. Nincs, nem létezik az egyenes. Egyenes útvonal sincs. Mert mondjuk egy teremtő sem egyenesen megy, hanem így úgy mondja az Akásában megtaláltam a Védák könyvében is, ezt úgy mondja, a marutoknak nevezi ezeket, a marutok azok az ide-oda cikázó istenek. Milyen érdekes. Aztán utána ugye ott volt, amit meséltem nektek, a nyőzőpiszes mese, amiben fölment arra a kúp alakú hegyre a főszereplő. És akkor ott volt a nyőzőpisz, meg a nózipusz. Ez egy ilyen mese volt, és az igazából az időszerkezet, a teremtőt mesélte el az a mese, hogy működik a teremtő. Nagyon fantasztikus volt. És ott is az egyik hazug volt, a másik meg igaz volt. Egyik az mindig hazudott, a másik mindig igaz volt. Mi lehetett ez szerinted? A két oldal. A két oldal, igen. Ez a két oldal, de ezt ne úgy képzeld el, hogy gonosz rossz bácsi meg jó bácsi, hiszen így gondold el ezt az egész történetet. És ott is az volt, hogy a kalap volt rajta, a kalapján is, a bajszán is mindenhol csengettyük voltak, és állandóan ide-oda cikázott egy kis jurtaszerű kerekházikóban. Ez volt a mesében. Hát az nem más, mint a jelen. Az a kis kerekházikó, az nem más, mint a jelen. Az időnek a jelene. Ő a jelen maga. És azért cikázik ide-oda állandóan, mert az információ, az ő terélő hullámok ide-oda rángatják állandóan ezt a forrást. És ő volt a jelen, és akkor elmondta, hogy úgysem fogsz rám emlékezni, meg mit tudom én, de addigra már a másik megy veled, és tehát másik úton fogsz távozni, mint ahogy jöttél, és így tovább. Tehát igazából egy nagyon profi megvilágosodott érte ezt. Úgy hívták, hogy Michael Ende, a szerzőt. Tehát, a vég Mihálya. Igazából nem birtokos viszonyban van, az igaz. De hát ő a Mihály, az arkany, igen, az arkangyal, és ő a igazából a kerub, igen. Hányadik kerub? Mindegy, hát a négyből az egyik. A négyből az egyik. Aki ugye rajta is van a koronánkon. Tehát a Gábriel, a Mikael, a Rafael meg az Uriel, ez a négy fő kerub. És ezek igazából a világnak a fenntartói, működtetői. Kicsit berekedtem. Van-e még valami kérdésetek? Valami? Tessék, parancsolj! Kvantumfilmet nézzük meg. Na, megvan, Peti? Megtaláltad? Ez egy mesefilm, Dr. Kvantum kettős rész kísérlet. Ilyen rajzfilmekben már... Néztem meg! Azt, hogy mindent mondtam, hogy új, amit ma utána kavartam, ez elképesztő. De a szememben néztél. Kvantum furcsaságokról beszél, ugye, mert hogy nem tudja a fizikus, hogy mi a túrótól van ez, de azért becsületesen fölteszi a dolgot. Second band duplicated to the right. Now,
Minden rés úgy viselkedik, mint a hullámforrás lenne. És ez az interferencia, azok a keresztbe menő hullámokat, az az interferencia. És egy ilyen képet fog kiadni az ernyőn, nem két csíkot. Ezt várnád el, de nem ez történik. Nézzük meg elektronokkal ugyanezt. Ugyanazt a képet fogjuk kapni, mint a fénynél. Pedig részecske. Egy elektron két lyukon ment át. Egy elektron, és mégis két lyukon ment át. Igen, már ilyen, már nem tud kényelben, mit kell, reagált a megfigyelőre. De nem tudja a magyarázatát. Mi az anyag, részecske vagy hullám? Ugye ez a nagy kérdés. Mivel kezdtük a mai napot? Milyen érdekes. Azt mondtuk, hogy nincs kompakt anyag, vagyis hogy hullám. Csak van ütköztethető része, ami úgy viselkedik, mint a részecske lenne. Igen. Tessék. Valami gonosz, látod? Valami gonosz tette föl, mert ott van. Ez az én címem. Csak már nem működik, mert megszűnt a tár.hu. Igen, az már megszűnt. Igen. Sokáig volt ez a ne tud ki, az én vagyok. Én voltam eddig, de most egy olyan két hónapja megszűnt a tár.hu-nak az összes ilyen helye, tárhelye megszűnt. De van még 250, nem probléma. Szóval nem probléma. 250 helyen legalább fönn van az anyag, hogy ne tudják letörölni, mert gőzerővel próbálkoztak vele először, de aztán az volt a szabály, ha egyet letörölnek, kettőt csinálok helyette. És annyira nem bírtak vele, hogy a végén feladták. Úgyhogy csak a... Persze, hát ez egy ilyen dolog, hogy amikor nem tud veszíteni, tehát nem tudja ő a választ, de engem azért nagyon utál, mert megkérdeztem. Azért utál engem, mert megkérdeztem, mert nem illik megkérdezni egy
egy dolgot, amiről ő nem tudja a választ. Csak olyat szabad kérdezni, amire már ott van leírva a választ, és akkor ez könnyű. Megválaszolja, ő az okos, én a hülye. Tehát ez egy ilyen forgatókönyv. Ez nem szeretik, amikor valaki kérdez. Sőt, ma azt is mondják, hogy ilyet nem illik kérdezni. Hát ez olyan, mint a templomban megkérdezett, hogy mi a Szent Háromság a paptól. Azt fogja neked mondani, hogy ilyet nem illik kérdezni. Ezt el kell inni, és kész. Ugyanilyen a fizika, az is egy vallás. Egy vallás, mert ugye mi a részecske? Anyag vagy hullám? Vagy rész, anyagi valami bogyócska vagy hullám? Mind a kettő. Hogy lehet egyszerre mind a kettő? Ez a kérdés, mi van 5 percünk. Hogy lehet egyszerre hullám is, meg részecske is? De nem úgy, hogy egyszer hullám, egyszer részecske, nem. Nem úgy, hogy az egyenlet egyik oldalán részecske van, a másik oldalán hullám, nem. Hanem, hogy egyszerre hogy lehetséges? Hát itt úgy pont az látszott. Hát, ez látszott ezzel a mérésen, az, igen. Az volt a, szerintem, ezt csak én látom így, hát ha részecske formában megy, de mégis ő nem ekkora, hanem az egész hullámtere. Így van, és a hullámtere átmegy, persze. Mert a két lyukon a hullámtere ment át. Úgy bizony. Ugyan. És azt vetítettek ki. Úgy bizony. Tehát ez a kétréses kísérlet egy elektronokkal egyértelműen bebizonyította, hogy a hullámtere megy át. Az megmutatta, csak nem jöttek rá. Mert azt a részt a fizika egyszerűen annullálta, azt mondta, hogy nem beszélünk róla, mert transzcendens. De ez a hullám, ez nem megfogható, nem mérhető, nem, vagy csak hát mérhető, csak ő nem tudja. Hogy próbálja meg mérni? Rosszul. És miután rosszul méri, ezért azt mondja, hogy nem is lehet mérni. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy mit tudom, én nagyon, nagyon aranyos volt a Debreceni Egyetemen kitiltották az előadásomat, de előtte megengedték, szóval nagyon simlések voltak, és 3 nappal előtte azt mondták, hogy mégse adjuk ki az aulát. De akkor már kiment a reklám, meg mindent. És akkor jó van, akkor 3 nap, akkor tüntessünk. És 3 nap az pont elég a tüntetésre, és a Debreceni Egyetem előtt megtartottuk, a 600 ember volt a tüntetésen. Milyen érdekes. A MT csak 140-et írt jellemző módon. Ez még az Átkos határán volt. És ott a fő professzor, aki egy nagy materialista, ez nagyon aranyos volt, mert beszéltem arra kísérletekről, amikor látszik az aurája leveleknek, meg ilyenek. A Kirlian felvételekről beszéltem. És akkor ő neki, vannak Kirlian felvétel, az nem működik, mert ez az egyetem publikálta, hogy ez egy hülyeség, és akkor ez... És ezen a frekvencián is, hogy mondom, de jó, hát azon a frekvencián tényleg nem működik, ott nekem sem működött. És mutattam, hogy ilyen frekvencián viszont működik, az őt nem érdekelte. Érted? Tehát azt kereste, hogy hol tudja megdönteni, nem az, hogy hol tudja bizonyítani. De minden áron azt kereste, hogy hol nincs kép, na az a jó. Mert a materialista ragaszkodik a marhasságaihoz, a vallásos is ragaszkodik a marhasságaihoz, mindegy dogmáihoz ragaszkodik. Ez egy teljesen emberi tulajdonság. Teljesen emberi tulajdonság, mert ugye nagyon szar veszíteni. Tehát amikor valami egyszer csak úgy kiderül, hogy nagyon hülye vagy valamihez. Addig azt képzelted, hogy értesz hozzá, és ott kiderül, hogy hát azt a kis részét értetted, amit mindig eléd dugtak, de aztán vannak ennek még ilyen meg ilyen részei, azt nem érted, és akkor derül ki, hogy nagyon nem stimmel valami a tudásoddal. Na ezt nem szereted. És akkor jönnek a dogmatikus kapaszkodók. Tehát nem tudsz úszni, de azt mondod, hogy tudsz. És akkor nem mered elengedni a korlátot az szodával, mert belefulladok. Ezek azok a kapaszkodók. Tehát nem meri elengedni, vagy így csinál, így visszakapaszkodik. Na, láttad, hogy úsztam? Hát, mint az a kis néger, aki majdnem belefulladt az olimpián, emlékeztek rá. De jó, mert a szerencsét, de még nem látott olyan hosszú medencét. Ő csak mit, 20 méteres medencébe úszott, de hát 50 métert még egyben sose úszott le. És akkor ő azt hitte, hogy az sose ér véget. Lehetett látni, mert majdnem belefulladta. Azért az olimpián, ugye kijutott az olimpiára, és ettől kezdve érdekes a történet, hogy alig bírta átúszni az 50 métert. Már ugráltak befele, hogy kimentik a vízből. Egy úszót kimenteni a vízből azért az nem semmi. Itt van, ez nagyon, nagyon édes. Nézd már oda, beszalás. Hát ilyen, ez föl kéne venni, gyerekek.
Ezt tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod, jó? Hát ez beszalás olimpián. Hát ezt én is megúszom. Hát ez hihetetlen. És akkora tapsot fog kapni. Hát ez óriási. Szegény 50-ig nem bír elérni. Nézd oda. Meghal a pasi. Ha már látszik, hogy már fuldoklik, látod? Hát ez óriási. Milyen ország lehet ez vajon? Íza Elemér Kú. Hát hihetetlen. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Hát majd vele fulad, nézd meg. Na, a riporterek is így beszélnek, csak nem ezt megy ki adásba. Hát, ilyet! Ezt tedd el, Dávid, hát ez kurva jó. Nem bír beérni a célba, drukkolnak neki, hogy nehogy belefulladjon. Még nem láttam. Nézd oda. És egy tízes idővel van nevezve. Hát ilyet! Meghal a gyerek, ott hal meg a medencében. Na! Egy jó 200-as idő. Jaj, Istenem! És ki van, mint a liba, nézz oda! És zöld-fehér-piros a zászlója az országnak, láttad? Most úgy csinál, mint a nagyok. Most úgy csinál, nem bírt kimászni, csak a létrán tud kijönni, nem bírt kimászni. Megy a lépcső, mert nem bír kijönni a vízből. Most úgy csinál, mint a nagyok. Hát igen, ezért az internet érdekes. Látod, mert abban a pillanatban, hogy beszélek rólam, ott is van. Tehát ez az információ sokkal gyorsabb, mint valamikor volt. Régen milyen duranás volt, mire így hozzájutottál valamiért. Most csak a Peti percek, egy perc alatt már meg is találja. És már nézzük is. Tehát ez a borzasztóan nagy dolog. Ugye ez nagy dolog. A veszélyekkel együtt nagy dolog. Mert nagy dolog az, hogy kiteszem az internetre az anyagot, és a Földön mindenhol olvassák a magyarok. És gyerekek, megvan a 4 millió letöltésünk. Hát azért az már nem kevés. 4 millió lapot letöltöttek már a rendszerből. Tehát, hogy nézegetik. És nagyon sokan irkálnak is. Hát mindenféle nyelveken is irkálnak néha. Úgyhogy én néha bajba vagyok. Azt sem tudom, hogy milyen nyelven írt. Úgyhogy, igen. Hát az izének, már adtam a Google-nek, adtam vagy 50 szótárat, hogy most már sok nyelvre lefordítják azért a szöveget. Tehát azok a nagy részben az én szótáraim, amik a Google-ben benne vannak. Azok a mindenféle magyar nyelvre, meg mindenféle nyelvre fordított szótárak, igen. Mert hogy rájöttek, hogy csináltam. Tehát ez volt a lényege, hogy rájöttek, hogy csináltam. Meg lehet ezt oldani. Csak tessék, parancsolja. Az előbb tettél fel egy kérdést. Igen. Na, milyen lassan esett le a tantusz? Hát nem esett le, lehetőleg leesett, csak visszanéztem a könyvedet, és igaz. Hát az idő és az anyag, mármint a hullamtér és az anyag, az maga az idő. Igen, minden időből áll. Igen, áll és keletkezik. Abból is keletkezik, abból is áll. Így van. De minden, ami csak van az egész univerzumban. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor jövő héten találkozunk. És ja, és vittetek egy tábori cédulát, aki táborozni, gyertek táborozni, nagyon jó lesz a tábor, egy hétig mindenféle okosság lesz, meg jó kis mókusok, ha fán, minden, nagyon jó lesz. És kirúgták azt a hülye szakácsot, úgyhogy. Tavaly nagyon ergyes szakács volt, de most kirúgták, most már más a szakács. Köszönöm szépen a figyelmet.